augusztus 26-áig tekinthető meg a Balatoni Látomások című képzőművészeti tárlat a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. A kiállítást a nagy sikerű Balatonszalon mintájára rendezték meg Zalaegerszegen. Újdonság, hogy a kortárs alkotók mellett itt a klasszikus művészek festményei ugyancsak megtekinthetők. A különleges tárlat kurátora Veszeli Lajos festőművész. A nemzetközi szinten elismert alkotó maga is elköteleződött a balatoni tájjal, emellett szívügyének tekinti, hogy fórumot teremtsen a Magyar Tengert Múzeum választó képzőművészeknek. Több ilyen kiállítás volt már, de ilyen jellegű, mint ami Zalaegerszegénen nem volt. Egy méltó helyen és egy komoly minőséget képvisel. A Képzőművész Szövetség tagjai azok kortárs művészek, 20-an vannak két-két munkával, két-két művel, és 10 klasszikus művész van, akiktől szintén egy vagy kettő van kiállítva. Bernát Arurér, Borsos Miklós, Csiszár Elek, Egri József, Csók István, Mészöly Géza, Halápi János, Mikus Gyula, Szinnyei Pál és Udvardi Erzsébet. Ezek a néhai nagyon jó balatoni művészek.